Sziasztok srácok, én Vanjoke vagyok, és szeretnék nektek ma bemutatni Pilsen mapra egy light tankos taktikát. Ez nem lesz egy kiemelkedő csata, alapvetően egy teljesen átlaghoz közeli csata lesz LT-432-vel, de azt gondolom, hogy a lényeget teljesen jól be fogja mutatni, hogy lehet ezen a pályán úgymond az egyik oldal dominálni. Úgyhogy bele is pörgetek a replayből, hogy ne legyen túl hosszú és ne legyen fölösleges magyarázás benne. A lényeg, ami lényeg, én úgy gondolom, hogy light tankkal itt ez a bokorsor, ez lényegesen jobban használható, mint itt ez a középső dombos rész. Itt nyilvánvalóan csak heavy-k tudnak jól játszani, illetve tornyos medek. Úgyhogy azt gondolom, hogy mivel mindig szokott itt támogatás lenni, az a legcélszerűbb, hogyha az ember itt ezt a térséget játsza. Ugye az LTTB-t kispotolta valaki, gyanítom, hogy a T55-a, mert nem a mi spotunk volt, és le tudtuk farmolni. A fő lényeg az egész játékban itt ezen az oldalon az az, hogy az ember a belső bokorsort használja. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha az ember tudja használni a belső bokorsort, akkor gyakorlatilag teljesen föl tud jönni idáig, illetve addig a pontig, ameddig láttátok ide, eddig a pontig, mindenféle különösebb probléma nélkül. Hogyha semleges tény tudjátok az ellenséges light tankot, amit előbb-utóbb gyakorlatból sikerülni fog, most is a LTTB-t tudtuk, hogy itt áll, nyilván dobtunk rá egy spotot és meg is halt, akkor el tudtok jutni ide eddig a kiemelkedésig. Onnantól kezdve használni tudjátok itt ezt a dupla bokrot, itt mögötte is van egy bokor. Hogyha itt ezt a pozíciót jól használjátok, akkor innen oldalról nem tudnak titeket földeríteni, és automatikusan spotolni tudjátok itt ezt a térséget is veletek szembe. Na most, hogyha nem működik tovább itt ez a bokor, mert nem állít senki, akkor vissza kell menni, konkrétan hátra, vagy át kell ide esni, be ide ebbe a huldámba, és megint meg kell próbálni használni itt ezt a belső bokrot. Ugye most az volt a probléma, ami miatt meg is állítom a videót, ami miatt lövést kaptam, az az, hogy nem itt kell így keresztbe lejönni, ez az én hibám volt, hanem vissza kellett volna tolatni, és itt el kellett volna jönni alul, ugyanis a T30 az onnan, vagy hogyha van másik light-on, mert ugye még van egy LC-ön, az észre tud minket innen venni, itt van itt egy ilyen csőkupac, itt, és onnan belátnak ide a tankok. Tehát, hogyha a bokorsor mentén mozogtok, akkor lehetetlenség, hogy ki tudjanak spotolni. Megy tovább a replay, megvárjuk, míg leesik a spot, és itt szépen föl tudunk menni teljesen idáig, spot nélkül. Az a jó ebbe a bokorsorba, megint megállítom egy pillanatra, hogy lehet spotolni itt ezt a térséget, hogyha innen lőnek a TD-k, lehet spotolni itt a domb sort, és még mindig nem fogtok spotot kapni, hogyha jó tankkal játszatok, ezt medium tankkal is nyilván meg lehet játszani. Az ember ilyenkor szépen, óvatosan, apránként mozog, azért, mert akármikor állhat itt előtte egy tank, ide is beszoktak állni a light tankok, én is beszoktam ide állni, és szépen a bokrokat használva, ilyenkor azért vagyok felülnézetbe, a játékban is így néztem, teljesen fokozatosan el tudunk jutni ide eddig a pontig. Ugye itt a burász spotot kapott, nyilván lövéseket fog kapni. Most sajnos nem találta el a Scorpio G, de nyilvánvalóan meg fog halni, ez már csak idő kérdése. Itt volt vakoni spotunk, tehát nem fogjátok látni az összes spotsebzést, ez körülbelül olyan 5000 kombináltas kör lehetett. Ezen a pályán egyébként ez a pozíció ez mindig bejön. Tehát, hogyha valaki itt megtanulja itt ezt a bokor sort használni, úgyhogy így előre tud menni, ez ugyanolyan, ha teljesen hasonló, itt megint megállítom egy pillanatra a videót, ugye a M4A1 ez végig itt állt, itt áll a T30, és itt áll a burászk. Spoiler alert, itt áll egyébként a LC-ben is, csak ugye őt nem tudjuk kiszpotolni, mert nagyon jó neki a kamója, illetve most bejött ide középre, de majd ide vissza fog jönni hátulról. Ugye nyilvánvalóan a M4A1-re vonnak annak semmi esélye, tehát ez nagyon nagy hibát követett el, hogy ott kiment. Ugye csak ő belőle kaptunk 969 spotot, és ugye további spotot fog kapni a burászk, mert már megint píkelget ott a csőkupacnál. Ugye most van 2111 spotunk, plusz a vaksebzés, mert ugye leesett a spot a burászkról, és itt megint megállítom egy pillanatra, miért álltunk itt meg? Mind a két oldalt a pályán, itt is, és itt is, direkt úgy csinálták a készítők, hogy kihagytak egy lukat itt a bokorsorban, mert különben túl OP lenne ez a rész. Most direkt azt nézzük a játékba is. Tehát, hogyha itt átmentek, akkor mindig minden esetben spotot fogtok kapni onnan a bokorból. Illetve
ugye esélyetek van arra is, hogy innen spotot kaptok. Ez itt mindig meg kell állni, meg kell győződni arról, hogy pont lőtt a tank, vagy nincs ott senki, vagy lendületből jöttök át, és azonnal el kell kommandózni ide a csőkupac mögé. Miért kell így keresztbe ide jönni? Azért, mert ha bejöttek ide a csőhöz, akkor nem fogtuk tudni innen lövést kapni a hátul lévő tankoktól, meg akik itt szoktak állni. És hogyha ide beálltok, akkor már takarni fog titeket itt ez a domb, hát, és nem fognak tudni titeket meglőni. Tehát ez nagyon fontos, hogy itt az ember, itt úgymond választó vonal elé ér. Tehát innentől kezdve, hogy itt vagyunk, innen itt muszáj átvenni. Tehát itt nincs más választás. De azért jöttem ki ide a szélére, hogy hát ha fel tudom itt deríteni a TD-t, ha ott van. Mert ugye attól féltem, hogy a 630 PM itt áll. Ugye átjöttünk keresztbe, az M46K-r ez kitartott minket nagyon ügyesen. Itt azt kívántam, hogy halljon meg. Hála Istennek meg is halt. És ugye az LC-ben az proxy spot miatt azonnal el is halálozott. Na most, itt van a T-30, itt egy nagyon érdekes dolog történik. Én fogom földeríteni a T-30-at, és nem kapunk belőle spot sebzést. Látni is fogjátok, hogy az én spotom lesz. Ugye 2310 spotunk van, ide bejövünk oldalra a bokorhoz, és földerítettük, ugye itt látjátok a T-30-at. Lássátok, hogy mennyi spot assistot kapunk. Konkrétan nullát, semmit. Itt most mindenki lövi hátulról is, a Scorpio G is, a nehéz tank is, én is belőlök, és semmi spot assistot nem kaptunk. Ezt nem értem igazából, hogy mi történt, tehát full HP-ről le lett farmolva a T-30, és nem kaptunk igazából spot assistot, mindegy igazából. És ugye látjuk, hogy itt jönnek be a nehéz tankok, meg minden ide ezekre a tankokra, mint az állat. Ezért azonnali hatállyal ki kell pusholnunk ide a WZ-hez. Ugye 8-8-ra állunk, 3400 HP minusszal. Látom a WZ-t, megpróbáljuk ellőni. Igazából alaplőszer van betöltve, úgyhogy semmi esélyünk. És itt ezen a ponton megpróbálunk, ahelyett, hogy eljönnénk ide erre, megpróbálunk majd ide backkommandozni. Most sajnos az volt a baj, hogy nem az alsó lemezét lőttem, ez igazából az én hibám abszolút. Gyanítom, hogy ott valami törmelékkupac van, vagy valami hasonló. Itt elkezdek össze-vissza furikázni, próbálom kitalálni, hogy mit csináljak ezzel a vézével, hogy esetleg felspotolja minden, vagy mi legyen. És arra jutottam, hogy az lesz a legcélszerűbb, közben rájöttem, hogy a T-30-ból lehet azért nem kaptam spotot, mert a Szomua lőtte bele az összes lőszert, és már ő is látta a játékos. Bejövünk ide oldalra a bokorhoz. Ellőjük a ellenséges Szomuát, mindenféle különösebb probléma nélkül. Itt igazából már nem lesz semmi extra dolog, egyszerűen nekiállunk HP-t farmolni, ugye a keresztbe átmenő tankokat. Itt a WZ miatt taktikázok, hogy ne legyen a WZ miatt gyakorlatilag keresztűzre esélyem, és itt megkockáztatok egy átkelést, annak tudatában, hogy itt lehet a WZ. Hála Istennek az AFAZ is majd itt elköveti a megfelelő hibákat, ott meg keresztbe, nem velünk foglalkozik. Nyilván kaphat még egy lövést, elég gyors hozzá a töltésünk. Trap plusz damage-et akartam neki lőni, de sajnos nem sikerült. És szépen visszahozta a csapatunk, még mi is gyakorlatilag a meccset, már csak mínusz 181 HP-val állunk, 13-11-re. Itt megvárom, hogy a WZ elforduljon, ugye kimerevített kamerával látom, hogy elfordult. Kapott még egy lövést. És az utolsó tankot valahova ide gondoltam, hogy itt fog állni azt hiszem GSOR, de valami miatt AFK-n áll itt a bázison, úgyhogy majd észre fogjuk venni, hogy ott áll. Ugye egy helyben áll, úgyhogy nagyon jól kamója, úgyhogy én fogom földeríteni, úgyhogy még ebből spot assistot is fogunk kapni. Ott áll hátul, megállunk itt a csőkupacnál, hogy ne bírjon minket ellőni olyan egyszerűen, hogyha véletlenül fölébredne. És elkezdi farmolni, mint az állat. Ugye, amikor az embernek több a spot asszisztja, akkor nem szabad tracket lőni, mert akkor track asszisztá válik. Úgyhogy most szimplán sebeztük a tankot, és így 4926 látott kombinált sebzésünk volt, 3100 spottal 1778 sebzéssel, de ugye valójában a burásziba is még derítettünk föl sebzést, amit belelőttek, úgyhogy valójában ez egy olyan 5300 kombináltas körlet.
Amit itt tanácsolni tudok nektek ezen a pályán, az az, hogyha itt megindultok hátulról, erről az oldalról, és megindultok erről az oldalról, akkor próbáljátok meg elérni a közepet legalább valamelyik bokorsoron. Én a belső bokorsort javaslom, mert akkor automatikusan meg tudjátok nyerni itt a középrészt, és light tankkal ez mindenképpen kifizetődő, ráadásul, hogyha az ember megnyeri a bokorsort, akkor már el tud jutni idáig, és el lehetetleníti itt a tankokat. Onnantól kezdve, hogy a pályának ez a fele elesik, keresztűzre ad lehetőséget ide erre a részre és erre a részre, és akik itt maradnak ezen az oldalon, azok automatikusan meghalnak. Tehát ez gyakorlatilag nem középkontroll, de azt gondolom, hogy ennek a pályának kontroll pozíciója lehet. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok föl. Sziasztok, Vanjoke voltam!